vasút barát, ha úgy dönt, hogy balatoni kirándulása közben Udvejti Balaton fűszőt. No nem a strandot, pontosabban nem csak azt, hanem a balatoni iparvasút telepét is, itt ugyanis elállhat a szája, mert van itt minden, ami szemszájnak ingere. Itt van például ez a 375-ös. A gőzöst 1911-ben gyártották, majd éppen 30 évvel később alaposan felújították. Innen már egészen a nyugállományba vonulásáig itt pöfögött a nitrokémia telepén. Összesen 2.400.000 kilométert futott. Ez nagyjából annyi, mintha Pestről 6000-szer gurult volna le fűzfőre, meg ugyanennyiszer vissza. 1976-ban nyugdíjazták, vagyis 65 évig szolgálta a közlekedőket és a vontatványozókat. Ahogyan ez a kép is mutatja, fényes külsőségek között állították ki a nitrokémia vasútállomására még 1977-ben. Azóta sok minden változott. Például szinte eltűnt a nitrokémia, pedig hajdan hatalmas cég volt. Ezek a felvételek a www.nitrokémia.hu oldalról származnak, és a dicső múltat mutatják. Azt az időszakot, amikor még falunyi területen dolgozott a gyáróriás, amikor még lőszert is, műtrágyát is, és műanyag hullámpalát is gyártottak itt. Az itt készült termékeket vonszolta azután a fővonalakig a 375-ös és több társa. Mára sajnos mindebből kevés maradt. A nitrokémia ipari parkot működtet és környezetvédelemmel foglalkozik. A mozdonyok egy részét viszont szerencsére megőrizték. Itt vannak például ezek az MD40-es dízelek. Ezeket a tetszetős erőforrásokat az 50-es, 60-as években Salgótarjánban gyártották. A négyhengeres síllovagok akár 17 km per órával is szágúthattak a Wikipédia szerint. 10 ilyen MD40-es működik még ma is, többségük a kemencei kisvasúton. Ezek a két mozdonyok már nyilván nem mozdulnak meg többé, de így is jól néznek ki. Csak úgy, mint ez a kis szofós. Bocsánat azoktól, akiknek mindenről ugyanaz a téma jut eszükbe. A szlengben ugyanis azokat a gőzösöket hívják szopósnak, amelyekben nincsen kazán. A vezérállás előtti hatalmas hordót még az indulás előtt kívülről töltik fel előre fejlesztett gőzzel, azután a mozdony azt töfögi el. Ezek a képek nem hánytak szikrát, így tűzveszélyes helyeken is dolgozhattak. Ez a darab például 1936-ban készült, és egészen 1972. márciusáig tartott aktív pályafutása. Ez a kocsi meg azért érdekes, mert betöltötte a 113-at, még 1896-ban gyártották Aradon. És még korán sem mutattam meg mindent. Van ugyanis olyan mozdony is a balatoni iparvasútnál, amelyikből csak egy van Magyarországon, ráadásul annál öregebb nincs sehol a világon. Gazdája saját kezűleg kaparta ki a mocsokból és tette működőképessé. De erről majd a következő részben. Azt hiszem, azt is érdemes lesz megnézni. We'll be right back.